Szeretettel üdvözlök mindenkit! Feltettem ezelőtt, lassan egy hónappal, március elején egy videót, hogy hűtőben észrevettem, hogy a vesszőim, amiket oltani tettem el, azok megindultak, és meg is csináltam akkor a fa oltását, és hozzáfűztem azt, hogy véleményem szerint, ha már a fa dolgozik, és ha megvizsgáljuk a fát, és azt látjuk, hogy ő már dolgozik, és már dolgozik, hiszen látjuk, hogy innen egy levágott ág helyén ő már elkezdett hozni. Lényeg az, hogy akkor is már a rügyek meg voltak indulva, és kifejtettem, hogy véleményem szerint jobb az, hogyha feketét oltunk zöldbe, tehát a vesszőnk az még teljesen idézőjelbe száraz a hűtőbe, tehát még téli üzemmódban van, és a fa már azért valamelyest megindult. Ha akkor oltjuk be, sokkal jobb esélyünk van, mint hogyha tovább tartjuk a vesszőt a hűtőbe, ergo jobban megindul, és mondjuk így fog kinézni a hűtőbe az oltóveszünk, és akkor oltjuk rá a fára, még akkor is, ha akkor már jobban meg lesz indulva a fa, kisebb lesz a siker esélye, tehát sokkal sikeresebb véleményem szerint inkább hagyni a gyümölcsoltó boldogasszonyt a csodába, és akár már március elején is beoltani, nagyobb esélyünk lesz addig oltani, ameddig még ugye száraz a vessző. Most néhányat ezekből az oltásokból megmutatnék, így néznek ki most, amiket akkor ráoltottam a fára. Szerény véleményem szerint, bár igaz, hogy majd ezt a nyár fogja megmutatni, de szerény véleményem szerint ekkora energiatartalék, hogy ez ilyen szépen kibomoljon. Ennyi nem volt ezekből a vesszőkbe, tehát szerény véleményem szerint ez már jó lesz és meg fog maradni. Ez itt egyébként egy cseresznyefa. Megmutatnék még egyet-kettőt, úgyhogy arrébb vándorlok. Itt van még egy, ez még egyenlőre nem mozog. Mutatom tovább. Itt van egy egész vékony vessző, amit oltottam. A felső még kevésbé nyílik a rügy, de már a lentin határozottan látszik. Nem tudom, hogy a telefon visszaadja-e, hogy már nyílik ki és zöld. Mutatok még egyet. No, hát ehhez már létrára kellett állnom. Itt a rügy. Ez héj alá lett oltva. De még a végén, hát hogy adjam a kezem, hogy látszódjon valami. Tehát a végén levő rügy is indul meg. Úgyhogy az is jó lesz. Mutatok egy másikat is. Itt egy három rügyes vessző. Ez is, hogyha kicsit rá közelítek, nem tudom, hogy a kamera színei visszaadják-e, de már indulni készül. Ugyanitt meg tudok mutatni egy tavaly őszi alvó szemzést, amit csináltam. Hát itt csak biztonság kedvéért húztam a végére egy vesszőt is, de az alvó szemzésem is úgy látszik, hogy jó lett. Tehát a szemzéses oltás is nagyon jól sikerült. És akkor mutatnám tovább. Itt egy újabb ág, amire ráoltottam. Nem tudom, hogy kivehető a kamera képén, de ez is szépen nyílik a rügy. Úgy tűnik, hogy ez is tökéletesen jó lesz, nagyon megduzzadt. Ezek a rügyek nagyon ilyen összeszikkadtak voltak, amikor feltettem. Ezek azok a vesszők, amik egyáltalán nem indultak meg. Ugyanitt meg tudom mutatni egy másik alvó szemzésemet. Ez is ősszel lett rátéve, ez a szem. Illetve ez a szem is tavaly ősszel volt rátéve. És mint azt láthatjuk, már indul. De mutatok. Hát a fának a felső részét cseréltem le teljesen, de akartam egy nagyon magas törzset hagyni, ebbe most nem megyek bele részletekbe, hogy miért. De itt vannak a héj alá oltások. Egyik, itt a másik, már gyönyörűen indulnak meg. Nem kell megijedni, hogy ez így megrepedezett, ez a paszta, amit rátettem. Alatta van egy vékonyabb, hígabb is, amelyik fed. Itt a harmadik, ez is indul meg. És ott a negyedik, hát az még csendben van, de
a színéből ítélve az is jó lesz. Még megmutatnék néhány tavaly tavaszi szemzést. Ezek így gyógyultak meg. Nagyon jól sikerültek. Azok is akkor is, ezek is már lassan kezdenek életre kelni. Tehát ez már nem az alvó szemzés, hanem a tavaly tavaszi cseresznye szemzések. És ha már itt vagyunk, akkor még egyszer visszatáncoltam erre az oldalára a fának. Itt ezt is megmutatnám, hogy mennyire jól működik a háncsnak a megfűrészelése. Ugye itt is, és itt is akartam ágakat a fára, hogy ebbe az irányba is terjeszkedjem. És belefűrészeltem itt is, és itt is a törzsbe. Mind a két helyen egy-egy ilyen dudor jött létre, és rengeteg rügy. Úgyhogy cseresznyénél, de nem csak cseresznyénél működik, ez jó körténél is. Kiválóan működik az ilyen kopasz oldalakra, hogyha ilyen befűrészelést végzünk, növeszteni fog oldalágakat. Nagyon furcsa formája van a fának, ezt most nem szeretnék belemenni, hogy miért pont olyan, amilyen, és miért pont így cserélem le a koronáját, ahogy nem egy szokványos megoldás. Szokványos megoldás az lett volna, hogyha egyáltalán nem jó a fa, hogy valahol itt elvágom, és innen gyakorlatilag újraindítom az egészet. Én nem ezt csináltam, megvan az oka, tehát nem estem a fejemre, tudom, hogy miért csináltam így. Megvan az okom rá, a lényeg az, hogy csak szerettem volna megmutatni. Hát én úgy gondolom, még egyszer mondom, hogy ha megindulnak a rügyek a hűtőbe, akkor érdemesebb nem várni tovább, ha ki kell menni az udvarra, meg kell nézni a kertbe a fát. Ha már duzzadnak a rügyei, ha már mozog a fa, akkor inkább, mit tudom én, ha eltettünk 10 vesszőt télére, és abból kettőt látjuk, hogy kezd beindulni, és kezd nyitni a rügy rajta a hűtőbe, akkor fogjuk, és a maradék 8-at, ami még egyáltalán nem indult meg, azt sürgősen rakjuk be a fába. Lényegében egytől egyig az összes vesző úgy tűnik, hogy jó lett. Persze mondom még egyszer, hogy majd a nyár lesz a nagy vízválasztó itt, és derül ki, hogy tényleg oké az oké, de egyenlőre a tapasztalat azt mutatja, vagy egyenlőre úgy látom, hogy mindegyik sikerült, tehát konkrétan az összes oltás egyelőre jónak néz ki, remélem így is marad. Úgyhogy ezt csak mint tanács mondom azoknak, akik még nálam is kezdőbbek oltáskor, vagy esetleg aki még ezt a dolgot nem próbálta ki így a saját bőrén, sokkal nagyobb eséllyel jön össze így, mint hogyha a hűtőben még igenis erőltetjük, hogy várjuk meg az áprilist, és csak áprilisba tesszük fel a fára, mert kiválóan muzsikál már március elején is az oltás. Úgyhogy kb-t be is rekeztem a videót. Jé, ezt most vettem észre. De jó! Ha! Nyit a kivi. Azt a szotyaláját. Hát nem gondoltam volna. Na mindegy. Nem ez a videó témája. A lényeg az, hogy én ezt tanácsolom mindenkinek, hogy aki volt, az ezt egy kicsit vegye figyelembe, amit mondtam, mert szerintem nagyobb esélye lesz. Köszönöm a figyelmet, viszlát!